Erzsébet királyné tökéletes alakjával, szépségével rendkívüli jelenségnek számított a 19. században, hiszen ekkor már egy 30 éves nő is matróna számba ment. Erzsébet 172 cm magas volt, és egész életében kényesen vigyázott arra, hogy testsúlya ne haladja meg az 50 kg-ot. Vékony derekára, amelynek bősége ritkán haladta meg az 50 cm-t, igen büszke volt. A kor divatjának megfelelően a királyné is fűzte magát, méghozzá olyan erősen, hogy sokszor alig kapott levegőt. Életét szépségének és egészségének szentelte, éjszakára nyers borjuhúst, eperidényben pedig epretett arcára pakolásként, karcsúsága megőrzésért csípőjén nedves kendővel aludt. Igen, katonás életet élt. Hajnalban kelt, a napját mindig testedzéssel, tornagyakorlatok végzésével kezdte. Soványka reggeliének elfogyasztása után néhány órával még a délelőtt folyamán vívó vagy lovagló kosztümöt öltött. Ezután következett a szerény ebéd, amely után több órás sétát tett. Erzsébet olyan íromot diktált, hogy udvarhölgyei sokszor már a végkimerülés határán álltak.